18-as számú Reinhold Cech, aki kiáll, ő tavaly igazolt a Potsdamból Hannover együtteséhez. Mások lett az első magyar Hemberfort. A jó kezdés mindig fontos. Az emberelőnyös kihasználás különösen az lehet egy bajnokok ligája mérkőzésen. A végletekig kijátszák a mieink, és megvan az első gól. Andrija Prajnovic, aki kicsit az 1-0 még mindig. És egy gyors kontrából próbál az OSC megúszni. De Dráskot Rökuján egy ejtés, oly, micsoda megoldás. Hát tőle aztán számíthatunk ilyenekre. A második OSC gól szerzője tehát. Kovács Gergőt küldik ki. Eddig nem tudta egyik forját sem kihasználni a német csapat, pedig volt kettős ember előnye is, emlékezhetünk rá. Ez viszont most már bent van. A gólszerző pedig Finn Schütze. Megvan tehát a szépítés. Közben kiállítás a másik oldalon is. Nem finomkodnak a játékvezetők, szórják ki a játékosokat rendesen, de abszolút következetesen, ezt tegyük hozzá. És megérnek egyébként már a második hibája ez. Ott a harmadik gól, már a harmadik OSC gól. A szerzője pedig. Akkor ezért a Hannover egy pillanatot sem adta föl, és próbál tapadni a magyar csapatra, úgyhogy arra számíthatunk, hogy a németek, bármekkora is lesz a különbség, fognak menni előre. És szeretnének minél tisztesebb eredménnyel támozni Budapestről, most megint ők vannak emberelőnyben. És a helyzet az, hogy Bucsó Eriknek is elég gyorsan meglett a második hibája, ami még fájóbb talán most ebben az utolsó fél percen belül vagyunk az első negyedben, és kap még egy szanszat a Hannover, újabb magyar kiállítás. Ubovic úszkál ki a kötélen túlra. Nagajev. Nagajev, ez fontos lövés. Egy bármennyire is neki nyilván jelentétes előjele marad meg ez a mérkőzés az emlékezetében. Na, még néhány másodperc. És a hálóba kerül a labda. Hát ezt nagyon elnézték Schenkelék. Összintén szóval Prajnovic. Mondhatnám, hogy játszik könnyedsége, ez a könnyű. Visszakapja Schütze-től. Mátia Brugujan. Uha. Hát ezek a Brugujanok, ezek tudnak vízilabdázni. Bármilyen keresztnévről legyen szó. Őt azért talán a legkevésbé ismertük eddig, hiszen nem volt annyira. Meg kell dolgozni ezért a győzelemért, ez nem is vitás, de erre Vadlajos és csapata is abszolút számít, a erdélyi. Dráskot Rökuján. Hát, egy Rökuján gól a távolról, egy Rökuján gól a válasz távolról. 5-4-es OSC vezetésnél most kéne egy extra védekezés. Radovic. Nem sikerül. Mitrovic rajta volt, vagy legalábbis hozzá tudott érni ez a lövés. Volt ugye két gólos hátrányban is, Hannover még 3-1-nél. Rendületlenül tapadnak a magyar csapatra most OSC emberelőny. Finn Schütze első kiállítása, Prajnovic. Nagyon nagy játék, és Szemán fejezi be az akciót, ez tökéletes. Még mindig megnyugtatóbb lenne az a két gólos előny. Rangyelovics, bent van, hozzá és Schenkel, olyan erővel küldi meg, és olyan váratlanul mondhatjuk Rangyelovics. És abban is biztosak lehetünk, hogy évről évre jobbak lesznek, ez akár már ezen a mérkőzésen is láthatjuk, viszont itt a megúszó ember, Dráskot Rökuján személyében erdélyre figyelnek, ez Rökujánnak kell befejeznie, és meg is teszi. Na, először a mérkőzés. Meg hát nincs is még meg az a három gól, mert van még 45 másodperc a negyedből. És egy szép megmozdulás után Dráskot Rökuján is feliratkozik a gólszerzők közé, hát most már 35 másodperc a második negyedből. Erdély. Kovács. Ukropina. Kiállítás. És ezt gyorsan ki is használjuk. Úgy is van. Szakemberről van szó. Nem kell sokat várnunk az első
OSC kiállítása. Draško Brüggyán könyveletél az első hibapontját. Rajnovics és Buncsuál kettővel egyébként. Hú, ezt nagyon szépen eltalálták. A gólszerző pedig Petar Muszlim, de hát vele kapcsolatban gólra jönnek fel minden esetre Muszlim góljával. És ha már magára vállalja, akkor ezt maga biztosan annak. És talán még meg is lehet úszni, Mahertz. Igen, nagyon szépen végigviszi. És a... Kovács helyzetben, felnéz, inkább átveszi a hosszú oldalra Prajnovicsnak. És hosszabb pihenő van túl, hiszen elég hamar már a meccs első fél idejében összeszedte az első két hibapontját. Ezt pedig Ubavicsnak mondhatjuk a csemege, nem is támadja. Nem tudott élni vele. Prajnovics. Mahertz. Ubavics. Ubavics helyzete, és hát őt nehéz így azért feltartóztatni, azt kell, hogy mondj. Radovics. Nagajev. És Mitrovics. Német góllal indult, hogy emlékezhetünk rá ez a negyed, az a 9 hétre feljöttek. Azóta viszont sorozatban ez most már az 5. OSC gól. És kiállítás. Először jut erre a sorsra Salamon Ferenc. Most már ugye 3 játékosunk is, sőt 4 játékosunk is két hibával áll, hiszen Rangyalovics és Erdély is csatlakozott Rajnovicsékhoz. Darko Brüggyán. Kicsit talán most lankadt a koncentrem, de következő idényben megint ők lesznek a BL 8-as döntő házigazdái, és akkor már nem elégednének meg az utolsó helyen, úgy mint idén júniusban. Közben belül az utolsó percen ebben a negyedben. Még egyel tovább, és ha már tovább kerül Prajnovics, az a labda, és ilyen komoly gól. Ott a kontratámadás, és ott az újabb 5 méteres. Megint csak szabálytalanul tudják megakadályozni. Negyed első gólja lehet ez, és nagyjából ugyanoda lövi egyébként. És így a 20 nem nagyon lesz meg, talán mégsem, bár ugye erre gondolhattunk esetleg a harmadik negyed tendenciája alapján. De... abszolút mellékszál, nem ez a lényeges ebben a történetben. Közben azért csak megvan a negyed első német gólya, Julian Reál. Összejöhet ebben a szezonban, hiszen akár 3 magyar csapattal is érdekeltek lehetünk a Final Eight tournamenten, majd júniusban. Draško Brüggyán. És talán meg lehet még úszni ezzel. 54 másodperc, Erdélyi. Salamon, igen. A 19. megvan. 43 másodperc a végéig.